Az acélművek továbbra is működik, jelentette ki Alexander Vucic. A Smederevói vállalatot az állam átfogó felügyeletével egy szakértői csoport irányítaná, ehhez már hétfőn kírják a pályázatot, márciusra pedig már növekvő termelékenységre számítanak, az év végéig beindítanák a második kemencét is, fogalmazott a szerkormányfő. A Prédlog, privatizációnak Szavetnika, Kaustoznáta Tajposzó, je KPMG. i na predlog Komisije za model ostvorenja strateškog partnerstva donela je odluku da ne potpiše ugovor sa američkom kompanijom Esmark. Több okból hozta meg az elutasító döntését a szerb kormány. Pravi razlog je taj da nismo dobili da garancije da će se očuvati naš obrtni kapital ili da neće biti potrošene sve sirovine a potom fabrika napuštena uz obrazloženje da tržište nije dobro da ne postoji i da na takav način izgubimo 100 120 miliona dolara Január 27-én kezdődtek a tárgyalások az eszmárkkal. Ez a cég volt ugyanis az egyetlen, amelynek ajánlata minden tekintetben megfelelt a kiszabott pályázati feltételeknek. Az eszmárka vasművek részvényeinek 80,1%-át vásárolná meg. A felek mintegy 30 pontban egyezkedtek a kezességről, a termelés folytatásáról, illetve a munkások foglalkoztatásáról, ám mint legutóbb kiderült, hiába. Évente mintegy 350 ezer tonna acélt állítanak itt elő, azonban ez a termelés elérhetné akár még a 2 millió tonnát is. A Smederovoi cégnek 260 millió euró banki tartozása van, ehhez adódik még a több mint 10 millió euró, amivel a beszállítókat kellene kifizetnie. A vállalat működtetése havi 10 millió euróba kerül a szerb államnak. A Smederevoi céget először egy csődeljárás követően adták el 2003-ban 23 millió dollárért az amerikai US steel 2012-ig az egyik legnagyobb kiszállító volt, az ország exportjának 13%-át tette ki. A szerb kormány ekkor vásárolta vissza egy jelképes összegért, azaz egy dollárért. A 2003-ban alapított acéllemezeket gyártó Eskmark egy családi vállalkozásból nőtte ki magát mára egy vezető óriás vállalatta az Egyesült Államokban. Alapítója és vezetője James Bushard.